250 évvel ezelőtt, 1772. szeptember 27-én született Kisfaludy Sándor, a 19. század első három évtizedének egyik legismertebb, legolvasottabb költője. Bécsben testőrködött, Pozsonyban filozófiát és jogot hallgatott, majd Olaszországban katonaként szolgált, később földbirtokosként gazdálkodott. Himfi szerelmei című költeményeivel nagy feltűnést keltve robbant be a köztudatba. A magyar irodalmi romantika előkészítője volt, főleg szerelmi lírájával alkotott maradandót. Pártolta a színjátszás ügyét, az ő érdeme is, hogy 1831-ben megnyílt a Balatonfüredi Színház. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti, a Kisfaludy Társaság rendes tagja volt. Kecskemét neves szülöttjéhez, Katona Józsefhez hasonlóan drámákat is írt, Bán-Bán történetét ő is feldolgozta. A híres város belvárosában utca őrzi embert.